bravo. Egy percen belül kezdünk most. Tókos nagy barátunk megérkezik. Szia, tessék! Kis hitűek voltak a szervezők és kis tervezők. Sándor, mit jártunk tegnap is gyöngyösen? Jó estét kívánok! Köszönöm szépen! Szervezők azt mondták, amikor megérkeztünk, hogy nagyon meg fogsz lepődni, tényleg nagyon meglepődtem. Kis hitűek voltunk, illetve nagyon nehéz Miskolcon a demokratikus koalíció számára termet igényelni, mert valami miatt tartanak attól, hogyha nagyon sokan összejöttünk. No, nem húzom tovább a szót, immár sokatszor tisztelettel és szeretettel köszöntöm a demokratikus koalíció elnökét, országgyűlési képviselőt, Gyurcsány Ferencet, akivel egy nagyon gazdag miskolci program, és azt megelőzően egy gyurcsi program után vagytok. Én megpróbálok moderátora lenni a mai beszélgetésnek, de mindenek előtt megkérem, hogy mondjon néhány felvezető gondolatot. Parancsolj! Szép napot kívánok, hölgyeim és uraim! Húzzunk bele, kollégák! Nem is tudom, hogyan csináljuk. Nem adok itt az asztal mögött ülni. Oda adom neked ezt a széket, és akkor marad még egy székünk ott a hátulállóknak. Az egyébként is felajánlom valakinek. Még hátrébb fogok tolni ezt az asztalt, ha nem haragszanak, és akkor... A tavasz az minden tekintetben jó arra, hogy az ember, különösen, hogyha ellenzéki politikus, akkor találkozzon vele hasonló módon gondolkodókkal, mert a tavaszban akarva, akaratlanul ott van a remény, ott van az a vágy, lehetőség, üzenet, hogy valami új kezdődik, és hát mi a csodára vágynánk leginkább, mi Magyarországon, hogy valami új kezdődjön el. Gordon ezt úgy hívja, hogy korszakváltás. Van, aki azt mondja, hogy megelégedne egy olyan kormányváltással, amely helyre teszi a dolgokat, megerősíti a köztársaságot, megszünteti azt az állapotot, amelyben sokan, bántóan sokan nem érzik jól magukat saját hazájukban, ha másért nem azért nem érzik jól magukat saját hazájukban, mert úgy gondolják, hogy a legfontosabb, hogy ők szabadok, hogy szabadon dönthetnek arról, hogy mi a véleményük, hogyan gondolkodnak, mi a hitük, mi a vallásuk, mi a meggyőződésük, ebben a legfontosabban korlátozza őket ez a kormány. Én azon politikusok közé tartozom az ellenzékben, talán egyetlen pártvezetőként őszintén szóval, aki azt képviseli, hogy nem lehet a legfontosabb kérdésekben kompromisszumot kötni Orbán világával. Nincs ezzel a világgal kiegyezés. És nem azért, mert én a háborúskodás embere vagyok. Nem azért, mert nem szeretem általában a kompromisszumot, hanem azért, mert a leglényegesebb ügyben, abban, hogy ebben az országban azt szeretnénk, hogy ez a sokfajtaképpen élő, gondolkodó magyar ember, ez egymásban ellenfelet keressen, hanem hát lehetséges társat. Mert olyan országot akarunk, aminek az alkotmánya nem azt rögzíti, hogy csak az a jó magyar, aki keresztény és konzervatív értékeket vall. Lehetnek ők is jó magyarok. De lehetnek nagyon jó magyarok, akik más gondolnak, akik számára fontos a nyugatos modernitás, fontos a szociális eszme, fontos az, hogy olyan világot teremtsünk, amelyben nem az dönti el, hogy kiből mi lesz, hogy hova születik, hanem az dönti el, hogy mennyi a szorgalma, a tehetsége, az akarata. Márpedig itt nem olyan világ épül.
Nagyon sokan, én is, a mai miniszterelnök is. Nagyon mélyről jöttünk. Versenyezni akkor tájt, a 60-as évek végén legfeljebb, abban versenyezhetünk volna, hogy melyikünk családja szegényebb. Azt a versenyt talán megnyertem volna. Engem sokszor anyám egyedül nevelt, az ő szülei, amennyire távolból lehet tudni, azért szépen együtt éltek, három gyereket szépen felfelt. De emberileg is felháborító, emetlen politikusként, hogy ha most születnénk Orbán rendszerébe, némi képzavarral mondom, ő maga is most születne a saját miniszterelnökségének idejében, akkor ő nem végezne jogi egyetemet, én nem végeztem volna a közgazdaságtudományi egyetemet, ő nem lett volna a miniszterelnök minden bizonnyal, és én sem. És én meg azt tapasztaltam, én úgy gondolom, hogy az emberi tehetség és jóság nem az alapján válogat emberek közül, hogy ki hova születik. Nem az alapján. És ha van okom elvetni utálni ezt a rendszert, akkor az egyik legfontosabb oka ennek az, hogy a saját sorsomon is talán, saját példámon is tanulva, abból okulva, mi itt a demokratikus koalícióban, mi a demokratikus baloldalon egy ennél nyitottabb, ennél több lehetőséget teremtő országot képzelünk. A Miskolc Egyetemről jövünk, ahol egy szociológiai klub roma ügyekkel foglalkozó előadásán voltunk. Én inkább hallgattam, csak egy nagyon keveset beszéltem. Volt egy egyetemi előadó, és előadott egy iskolaigazgató. A helyi keresztúri, mondhatjuk, hogy kísérleti iskolának az igazgató. Az iskola 80%-a roma. Az iskolába járó hallgatók, tanulók, 70%-a hátrányos helyzet. Ebben az iskolában a szokásos iskolai programtól teljesen eltérő oktatási programot alkalmaznak, például a kokáért nem az alapján ítélik meg a belépő elsős gyerekeket, hogy tud-e már egy kicsikét írni, olvasni és számolni, mert nálunk ez a teljesítmény a hagyományos iskolában, nem keresik, hogy mivel jók, és elkezdenek velük táblajátékokat játszani. Dámák például. És az derül ki ebben az iskolában, hogy a gyerekek közülük nem egy, amelyik szó szerint, és csak átveszem az igazgató asszonynak a fogalmazását, putriból jön, a gyerekek egyike, másik, és ott hallottunk nagyon-nagyon-nagyon sok példát, ismerkedtünk meg tanulókkal, Európa bajnok dáma játékos lesz. A gyerekek egy sor ügyben aztán ezek után kiválóan teljesítenek. Kicsikét később tanulnak meg írni és olvasni, de végtelenül stabilan. Romák és nem romák együtt élnek is a falunak a jegyzője, az orvosa, a polgármestere oda járatja a gyerekeit, nem viszik el, mert úgy látják, hogy együtt ezek a gyerekek egyébként ugyanolyan jó teljesítményt nyújtanak, mint hogyha a legjobbakat, a falu elitjének a gyerekeit elvitték volna más iskolába. 100-ból 100 gyerek tanul tovább, az összes roma gyerek. Szakmát szereznek, érettségit szereznek, nem egy, ide jár a Miskolc Egyetemre. Van megoldás. Van megoldás azon kívül is, hogy a legnehezebbeket kilökjük ebből a világból. És ez igaz nem csak az iskolásokra, igaz őszintén szólva a rokkant nyugdíjasokra, igaz a felső oktatásra és sok mindenre.